Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Újra itt vagyunk. Magas szintű programozási nyelvek 1. Kezdjük el, most már tényleg. Első rész. Hát, múlt héten úgy alakult, hogy ez a nulladik rész volt. De hát ugye nullától indul a számozás. Ezt nagyon jól tudjuk. És most már belevágunk. Kezdjük azt a programot tárgyalni, amivel foglalkozni fogunk itt a fél év első felében, nagyjából felében. Ez pedig egy nagyon egyszerű kis grafikus program lesz. Lesz egy kis gui azon lesznek különböző widgetek, gombok, meg ilyen szövegbekérő mezők, mezők, és tulajdonképpen ezeket fogjuk használni, ezeket fogjuk megírni valamelyest, nyilván az alap megvan, illetve ezekre fogunk ilyen alakzatokat fölrajzolni, illetve ezeket az alakzatokat megnézzük, hogy, hogy, hogyan kell implementálni. Nyilván nem az a lényeg itt hogy most, hogyan kell költrajzolni, mert mindenki tudja, hogy hogyan kell költrajzolni, hanem ugye az, hogy lesz egy ö, alap library, ami tulajdonképpen egy ilyen nagyon alacsony szintű C-szerű grafikus library, és mi arra fogunk írni egy ilyen kis, ö, hát, egy kis interfészt tulajdonképpen. Jó? De az, hogy ez működjön, az meg kell néznünk, hogy, hogy hogyan is működik ez a display, meg display modell, és hogyan is működnek ezek a guik, csak nyilván, csak ilyen finoman, óvatosan. Jó? Tartsátok továbbra is szem előtt, hogy alapvetően programozni tanulunk, tehát nem az a lényeg, hogy most egy, egy gomb hogy működik, hanem a mögöttes programozási eszközök, meg a mögöttes programozási koncepció. Az, ami itt lényeges. Csapjunk bele. Ugye miért is Display Modern, meg miért is érdekes ez, a, ez az egész dolog? Ugye láttátok a könyvben, hogy ez az IO fejezetnél van, tehát input-output eszközök, illetve tulajdonképpen az, hogy, hogy ö, amit beszéltünk korábban, hogy hát aki, a Bevprogon, akivel beszéltük pontosabban, hogy megnéztük ennek az io nak a, az elejét, ott ugye ilyen kis, egyrészt egy néztünk ilyen parancssoros dolgokat, hogyan kell beolvasni a termináról, hogyan kell kiírni a terminára, ezt mondjuk mindenki nézte, illetve mi nézegettünk olyat is, hogy hogyan kell egy fájba írni, fájból olvasni, akkor különböző ilyen formátumok, hogy néznek ki, meg hogyan lehet kezelni, illetve hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat, alapvetően elegánsan kezelni C++-ba legalábbis, mert nyilván azért ez, ez sokféleképpen lehet. És ezeket nézegettük meg. Na most, aki ezeket nem nézte, vagy nem emlékszik rá, az a könyvben a 10 11-es 11 fejezetet mindenképp nézze meg, illetve, illetve olvassa át, mert ott azért elég sok ilyen hasznos eszközre van írva. Na most nyilván az ilyen parancsoros input-output az egy egy megközelítése a dolognak, de hát nyilván azért a userek nem ezt használják, tehát amikor ti is letöltötök egy programot, hát nem parancsorba használjátok, ugye a PUBG-t se indítjátok, hanem nyilván van valamilyen, rákattintotok valamire, pedig parancsorból is el lehet indítani, csak szólok. És azt ugye el lehet indítani, és ott valami történik. Nyilván ez kell egy GUI, tehát van egy, van egy user interfészetek, egy grafikus user interfészetek, amin keresztül úgymond a programot tudjátok vezérelni, irányítani, illetve a program visszajelez valamit, nyilván, ami történik. Tehát nyomjátok a PUBG-t, elindítjátok, lőttök, stb. stb. Ugye ez az, ami, amit, amit, azt mondtuk, hogy, hogy interaktáltok úgymond a programmal. Jó? és erre használunk gui Nyilván nem kell a pubg menni, mert azért ez egy bonyolult dolog lenne itt most, de mondjuk egy egyszerű számológépet, vagy egy egyszerű, mit tudom én, aknakeresőt, nyilván ott is van valami GUI, és akkor nyomtok valahova, történik valami. Na, tehát ez egy másik input-output megközelítés. Úgymond ez az, amit a legtöbbet használunk, és ez az, amit, amit, amit érdemes mindenképp ismerni. Jó. És akkor itt látjátok a, a tartalmi kivonatot, hogy miért a grafika, mi az a, mi, akkor ez a graphic, graphics modell, ö, illetve hogy nézzünk pár példát is, már most előadáson is, aztán majd a labor felvezetésben is kezdjük ö, megírni. Hát pontosabban csak kipróbálunk egy-két dolgot. Oké, okay jó, és akkor miért grafika és GUI? Ugye, ahogy mondtam, egy teljesen általános dolog, ha PC-re írunk alkalmazás kell, kész. Nyilván itt vannak ilyen professzionális alkalmazások, amihez nem biztos, meg, meg ilyen adatelemzés, meg ez az, amaz, de hogyha tényleg ilyen mezei, úgymond, hát nem is mezei, hanem átlagos usereknek írunk programot, kell a GUI. Jó, tehát az, az, az kell. Nyilván hasznos, kapunk visszajelzést, ugye, ha csak így ilyen alap veszünk, ilyen grafikonokat, meg függvényeket írtam, vagy valami elemzésnek az eredményei, tényleg ezek a legalapabb dolgok, amit, amit itt mondjuk egy guinál lehet, de nyilván ti is tudjátok, hát millió dolog van. Ugye itt akár a PC is, de hát nyilván mobil alkalmazásoknál meg nem is nagyon van értelmezve ez, hogy terminál, tehát nyilván ott is nyomkodtok valamit. Jó. És egyébként ez nagyon hasznos a alapvető programozási koncepciók és eszközök szemléltetésére. Hát e, itt mi nekünk konkrétan, hát mi fog előjönni, hogy előjönnek az objektumorientált programozási koncepciók meg eszközök, előjön e, nagyon sok minden, e, tényleg e, függvénypointerektől kezdve a a callback függvények, ilyesmi. Miért grafika és GUI? Hát fontos programozási eszköz, sok-sok kócsipet előjön majd itt, meg megnézegetjük, tényleg hát meg lehetősen hosszú program lesz ez már, hát jó, viszonylag nem nyilván, hanem ahhoz képest, amit eddig írtatok, tehát a, a számológépnél is szerintem hosszabb lesz, remélem minél többen megírtátok a számológépet, ezzel kapcsolatban is lesz majd egy info nem akarok előre szaladni, de annál sokkal hosszabb lesz, és sokkal több programozási eszköz és koncepció föl fog benne jönni, tehát meg, meg fogjuk nézni. Ugye nem triviális maga a dolog, tehát ez, hogy, hogy grafika megúj. Ugye első részben mondhatnak azt, hogy megéri tanítani, mert tényleg egy izgalmas rész. Szerintem, szerintem egész jó én is mindig elhatározom, hogy kicsit jobban belemerülök a grafikába, aztán mindig közben jön valami tennivaló, de előbb-utóbb most már tényleg bele fogunk merülni. És ugye az, hogy ha nem mutatjuk meg, hogy ezek hogy működnek, az hihetett, hogy mágia, valami magic van mögötte. Ugye előző félben is azért sok dolognál mondtuk ezt, hogy, hogy nem azért mondjuk el, hogy ez és az miért van, hogy azt most neked tudnod kell meg azért lehet, hogy abba a fázisába a tanulmányainak még lehet, hogy egy kicsit korai volt. Viszont ha nem mondjuk el, akkor azt hihetett, hogy valamilyen magic van mögötte, és akkor ilyenkor jönnek a plegykák, hogy hú, hát ez így működik, az úgy működik, az amúgy működik, és akkor a 90% -a, a hülyeség. Jó? Ezért inkább megmutatjuk, és akkor onnantól kezdve egyértelmű. Jó. Éh, hát a grafika az fán, tehát tényleg az nagyon egy, egy látványos, munkás dolog főleg ha működik, ha nem működik, akkor okozhat álmatlan éjszakákat, de de nyilván én úgy fogom írni, hogy működjön, legalábbis igyekszem. Jó. Aztán persze, nyilván ebben a programban is lesznek hibák, mint minden programban. most néztem meg a napokban, hogy a végere, végső meg, verzióban, amit itt elmondok, nem úgy végső, hogy az már egy ö, ipari szoftver, hanem az, amit itt meg fogunk mutatni, abban simán tele van ilyen memory leak meg... Ö, na, tehát vannak gondok, de hát majd kiajítjátok ti. Igazából. Jó. Rendben van, szóval ezért is nézzük a grafikát, mert tényleg nagyon sok ö, dolgot meg lehet nézni. Ugye a másik ez a, ez a what you see is what you get, tehát amit amit írsz a kódba, azt fogod látni a képernyődön. Most ilyen nagyon nyers ipari fordításban. Tehát tényleg közvetlen az összefüggés a kód, illetve a koncepció és a látottak között. Jó, tehát ez nyilván azért a guiná tényleg egy látványos dolog tud lenni. Nyilván sok megközelítésbe lehet ezt oktatni, tehát nyilván csináljuk azt is, hogy csinálhattuk volna azt is, hogy, hogy ilyen hőmérsékleti átlagokat számolgatunk, és akkor ott, de szerintem ez, ez egy kicsit érdekesebb. És akkor, hogy néz ki ez a display modell, illetve hogy tényleg nagy vonalakban, hogy, hogy mit is látunk. Ugye van nekünk valamilyen ablakunk itt középen. Jó, hát az, amit, amit látunk. Most nyilván itt nem olyan ablak, tehát egy ilyen, egy program ablakra gondoljatok, ugye ez a, ö, hát most nyilván vitatárgya, hogy ezt az Apple vagy a Microsoft csinálta meg először ezt az ablakos megjelenítőt egyébként szerintem az Apple, de mindegy, és ott volt egy ablak, és ebbe az ablakba bele lehet pakolászni valamilyen grafikus eszközöket, most ezen sokféle lehet. Mi nagyon egyszerű kis alakzatokat fogunk itt fölcsatolni, hát valamilyen sépeket, jó? És akkor ez lehet nézet, háromszög, kocka, szöveg, nagyon sokféle. Jó, hát milyenféle féle alakzatok vannak? Rengetegféle. Jó, és ezeket az alakzatokat úgymond fölcsatoljuk, erre az ablakra, ezzel az függvényel, amit majd egyszer csak előbb-utóbb megírunk. És ez a, ezeket a alakzatokat az ablakkal együtt, a Display Engine megrajzolja. Na most az, hogy mi a Display Engine, hát ezzel nem igen fogunk foglalkozni. Jó? Tehát ez, ez nyilván már egy kicsit más vizekre elveznénk, de nyilván itt gondoljatok olyasmire, hogy ott van az oprendszer, ott van valahol a videókártya driveretek, nyilván ott van a videókártya, ami rajzol, hát ha van, ha nincs, akkor valami biztos rajzol, maximális nem a processzor. Jó, és ez fogja ezt a, tehát a draw függvény fogja ezt tulajdonképpen csinálni, hogy megrajzolja azt az adott alakzatot. Ilyen nagyon egyszerű kis ö, megjelenítő utasítások, hogy rajzolj egy vonalt X és Y közé. Jó, tehát tényleg ilyen nagyon egyszerű kis dolgokra gondoljatok. Jó, animációt is, hát nyilván azt is, csak ott ugye bizonyos időközönként update-el. Ugye, uh, yeah. jó, tehát ott, ö, ott az egy picit más, hogy működik, ott nem egy statikus valamit rajzolunk ki, hanem ott egy ciklusba valamit bűvészkedünk. Jó? De ezzel most ne foglalkozzunk, mert nem akarom itt, itt kelteni az avart. Jó? De tényleg nagyon egyszerűen ez így, így néz Tényleg csak fölvillantom ezt a forrás csipetet. Lehet, hogy aki most telom van, az már szíd, mert nem lát semmit. De ne aggódjatok, mert ezt meg fogjuk nézni laboron. Jó? Tehát ilyen kis példakó peteket fogunk megnézni, kipróbálunk egy csomó alakdaszot, meg, meg rajzolgatunk, színezgetünk, ilyesmi. Jó, látjátok, hogy itt már van lesz valami névterünk, amiben berakjuk az egész Graph Library-t, erre majd kitérek, hogy ilyet ne csináljunk, de mindegy, most egyelőre ez rendben van, és akkor ilyen pontokat tudunk fölvenni, tudunk készíteni egy egyszerű kis ablakot, illetve azt tudjuk paraméterezni, föl tudunk venni egy poligon objektumot, és akkor az pontokat hozzáadni, színt tudunk állítani ennek a poligonnak, föl tudjuk, és ugye, hogyha ez megvan, akkor föl kell csatolnunk az ablakra, és hát ezt majd elmondom, hogy mit jelent. Jó, Ez majd, majd, majd megnézzük. Oké, és akkor az eredmény valami ilyesmi lesz. Egyébként ezt a szerző prezentációjából vettem ki, de ezt látjátok, amikor a valami kép vagy ilyesmi van, akkor mindig nyilván írom, hogy ez, ez azért nem az enyém. Bár csináltam volna én is valamikor, olyan tíz évvel ezelőtt, amikor még, hát nem is tudom, ez a Windows XP szerintem, vagy a ez az XP, igen. Na, de a lényeg a lényeg, hogy valami ilyesmi lesz az eredmény, ha Windows-on vagytok, hát én Linux-on vagyok, úgyhogy nálam nem ilyen lesz az eredmény, de ez nagyon hasonló lesz. Jó? És akkor itt már mondanám is, hogy nyilván itt használni fogjuk majd az oprendszernek a ablak megjelenítőjét, jó? Tehát a, úgymond az alapértelmezett ablak dizájnt fogjuk így úgymond használni, nyilván nem tudatosan, mert ezt majd előveszi maga a, a, a library, amit használni fogunk. Jó, és akkor ilyen interfész osztályokat fogunk ö, írni és használni, és tulajdonképpen ez lenne a, a fő ennek a dolognak, mármint, hogy az egyik fő üzenete mindenképp, ugyanis majd mondani fogom, hogy mindegyik egy ilyen sép, shape-típusú shape -típusú objektum lesz, csak valamilyen formában majd specializálva. Nem akarok előre szaladni, de majd e, fogunk erről beszélni, és ezeket fogjuk szépen megírni, megírogatni, így az elkövetkezendő hát néhány hétbe e, fogjuk rá. Viszont ez alatt a, az interfész osztályok alatt van egy grafikus library, egy ilyen GUI toolkit, ez a Fastlight Toolkit, vagy Fulltick tulajdonképpen így is nevezik. Ezt majd megnézzük laboron, hogy hogyan kell telepíteni ezt a FLT-ket, de amúgy nem egy atomfizika, le tudjátok tölteni innen, vagy parancsorból tudjátok telepíteni. Linuxon viszonylag egyszerűen simán apt-get-tel működik. Jó? Ha nem megy, laborokon majd kérdezzetek, a, a laborvezetők állnak rendelkezésetekre és majd megnézitek, hogy, hogy, hogyan kell ezt az flt vagy full ticket telepíteni. Jó? Ez egy nagyon egyszerű, nagyon alacsony szintű ilyen C, hát szerintem az egész c van amúgy, de, visz, de meglehetősen kényelmetlen a használata, már csak azért is, mert C, úgyhogy ezért is írunk rá egy ilyen grafikus toolkit, ilyen hát interfészt tulajdonképpen. Jó? Ez, ezzel együtt, vagy emellett sokkal egyszerűbb is, hát, és az egyszerűség nem a jó értelemben, hanem ilyen, tehát sok minden hiányzik belőle, jó? Azért nem egy, ez nem egy olyan népszerű GUI toolkit, mint mondjuk a QT vagy a JavaFX, vagy hát lehetne sorolni, hanem ez egy tényleg nagyon egyszerű, hát látjátok, hogy a dokumentáció mindössze 370 oldal, nem sokkal hosszabb, mint a C könyv tehát tényleg egy, egy, nagyon egyszerű kis valami. És ez, emellett a mi interface library 20 osztályból fog nagyjából állni, meg kb. 500 sor lesz. Jó, tehát azért ez látszik, hogy, hogy azért olyan sok mindenre nem lesz jó, de azért egy-két dolgot meg tudunk nézni vele, mindenképpen. Jó, azért ilyen fejlettebb library azért igen csak ilyen, hát Hát sok, sokkal több, több ezer oldalas dokumentáció, meg tényleg azért elég masszív dolgok, mint amilyen egy QT tényleg, azért az sokkal, 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 többet ad nyilván. Jó, meg hát tényleg millió egyebet tudtok, biztos, biztos ti is tudtok mondani, rengeteg ilyen, ilyen GUI library, GUI tool kitett, amivel lehet gui tervezni. A legtöbb már tényleg olyan szinten, hogy kell, még csak így össze kell kattingatni, és ott is van rendben van. Na, ugye ami nekünk jó lesz, hogy hordozható, nyilván Windows, Unix, Mac, tehát tényleg nagyon sok mindenre, sok helyen használható lesz. Ha valakinek valami gondja van ilyen oprendszer szinten, akkor írjon, megpróbálok utána nézni, tehát ha valamilyen nem működik, mondjuk macOS-en vagy ilyesmi, szóljatok és akkor elnézek. Akkor Elvileg működnie kell. Jó, de azért mondom, hogy azért itt nyilván egy, kijön egy új OS verzió, azért ott okozhat kavarodást, főleg úgy ugye, hogy a például a macOS-nél most ugye, ugye teljesen új újabb rendszer van, Öm, okozhat gondot, de elvileg mennie kell. Jó. Öm, ugye, még miért tanulunk ilyen könyvtárakat, az alapvető grafikus GUI eszközöket megnézzük, és ami emögött van eszme, illetve ami emögött van ilyen, tehát ilyen tervezési gondolatok, azok, azok, azok jól alkalmazhatók más GUI eszközökre is. Jó, tehát ezek, ezek használhatók más eszközökre is. Nyilván, ha értjük ezeket a példákat, akkor használhatunk más GUI libeket is, Viszonylag könnyen. Jó, de hát azért tudjuk, hogy hogy, 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 azért ezek, tehát programozni sose könnyű, eleve. A GUI meg néha tud olyan érdekes dolgokat mutatni, meg csinálni. Jó, tehát a lényeg, hogy, hogy nem egyszerű, de ezeket tudjuk azért használni másra is. A grafikus és GUI könyvtárak, ez egy nagyon ilyen, ilyen skiccel dolog tényleg nagyon így, csak így, így, így éppen, hogy föl van skiccelve. Ugye lesz a mi kódunk, azt mi írjuk. Üm. nyilván itt, itt már arra gondoljatok, hogy amikor, amikor használjuk ezeket a, az eszközöket, ugye a, amit majd most laborfelvezetésen meg fogunk nézni, hogy tényleg oda, tesszük, amit az előbb is fölvillantottam, kis kócsipetet, oda tesszük a, a, megcsináljuk a poligont, megcsináljuk a háromszöget, megcsináljuk a kört, és ezeket fölcsatoljuk a, az ablakra, és kirajzoljuk. Jó? Tehát ez az a, a, mi kódunk, tulajdonképpen a program, amit írunk a GUI segítségével. Jó? És az alatt lesz valahol a mi interface library amit így a, legkövetkezendő hetekben hetekbe fogunk megírni, tehát tényleg megírjuk a, a, a kör osztályt, megírjuk a háromszög osztályt, megírjuk a, szöveg, a, a, az image osztályt, megírjuk az alatt ugye a, a shape osztályt, nyilván ami majd az abstract ős osztály lesz, és így tovább. Jó? Um. És ezeket fogjuk megírni. És az, az, hogy mire írjuk, ami az alatt van, ugye a grafikus vagy GUI library, ami a full tick, ami amit mi csak beszerzünk, tehát letöltjük, föltelepítjük, készen vagyunk. Jó. De én nem, de a FULTIC se csak úgy van magába, hanem ő meg használ operációs rendszereszközöket. Nyilván, ami az OS-re specifikus. Windowsnál így működik, Linuxnál úgy működik, macos OS-nél majdnem ugyanúgy működik, de mindegy, hasonlóan működnek. Jó. Ezeket hívjuk úgynevezett ilyen rendszerhívásoknak, de ezzel most nem foglalkozunk, majd talán a C-s fejezeteknél megnézzük, hogy, hogy, ezek hogy működnek. Jó. És ez alatt van úgymond a kijelző idézőjelbe, de a kijelzőre egy ilyen, ilyen komplex, rendszerként tekintsetek. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy nyilván az op rendszer eléri a rendszerhívásokon keresztül ugye a, a videókártya drivert, akkor a videókártya driver nyilván magát a hardvert, és a hardvert csinál valamit, az meg kiküldi a monitorra, és így tovább. Jó, ez az a rész, amivel azért most annyira nem foglalkozunk. Mérnököknek lehet, hogy ez érdekes lenne, de most ez, ez itt nem téma. Jó, ez itt nem téma. Jó. Oké is. Jó, és akkor nyilván van egy koordináta rendszerünk, ami berajzoljuk ezeket, a, ezeket az is kis alakzatokat, nyilván itt ilyen pontokat veszünk fel, ilyen pontpárokat, amik ugye koordináták lesznek, és, és ezeket, ezekbe tudunk rajzolgatni különböző alakzatokat. Ugye itt ami az érdekes, hogy, hogy jobbra meg lefele növekszik, hát ez van, ugye, ugye a bal főső sarkot tudjuk, hogy hol van, az, hogy mekkora az ablak, hát nyilván az, az, az változik, itt is majd tudunk ezzel játszani. Kicsit ez más, hogy működik, mint talán ahogy matekban megszoktátok, de ez, ez ilyen. Ugye a koordinátek tulajdonképpen pixelek lesznek, tehát egy pixelt meg tudunk egy ponttal úgymond címezni, vagy szólítani, és nyilván ez méretezhető, tehát Tudjuk az ablakot növelni, csökkenteni, tudjuk az alakzatok méretét változtatni, meg, meg beállítani. Tehát elég jó méretezhető ez a, ez a dolog. Jó. És akkor nézzünk rá, hogy hogyan néznek ki ezek az interfész osztályok. Ezeket majd tényleg részletesen meg fogjuk nézni, részletesen át, beszél, át fogjuk beszélni. Ugye ezért is lenne fontos az, hogy úgymond azt a Chapter 9-et, kicsit jobban átnézzétek, meg átbeszéljük. Erről is fogunk majd, hát, ha nem most szerdán, jövő hét szerdán mindenképp beszélni részletesen, de ezt majd megbeszéljük. És minden ilyen alakzatra fogunk írni egy külön osztályt. Jó? Na most nyilván ö, vannak ilyen úgymond úgynevezett utility osztályok, ilyen a szín, a pont, illetve a vonal stílus, nyilván meg tudjuk majd, be tudjuk majd állítani azt, hogy, hogy ilyen szaggatott vonal legyen, meg az, hogy, hogy piros legyen az a vonal, vagy piros legyen a, a, a kitöltés annak az alakzatnak. Ezekre csinálunk majd ilyen utility osztályokat, mert úgy, úgy kellemesebb ö, úgy egybekezelni. Jó, ezen felül meg ott lesz a pont, ö, Hát alapvetően mondjuk ez nem feltétlenül lenne szükséges külön, de érdemes azért, azért egy e, ilyet is csinálni, már csak az olvashatóság miatt is e, jobban néz ki. Meg ugye lesz az ablakunk, e, ugye lesz a sima default window itt, ezért azért csinálunk kettőt, mert lesz majd egy harmadik is tehát itt is lesz majd egy window ősosztály, és abból csinálunk egy ilyen simple window-t, meg majd később, amikor ilyen GUI eszközöket nézünk, csinálunk egy másik fajta ablakot, talán ez a line draw window, de majd megnézzük, ha odaérünk, addig még azért jó pár hét el fog telni. És tulajdonképpen ezek lesznek azok a egyes alakzat osztályok, amiket külön-külön megírunk, és mindegyik egy-egy ilyen alakzatot fog reprezentálni, Nyilván azért, mert ezeknek az alakzatoknak lesz majd saját uh, tulajdonságuk, illetve lesz majd saját uh, viselkedésük, uh, hogy ezek hogyan, hogyan is működnek, jó? De tényleg így se még annyira előre szaladni. Ugye itt, uh, hát itt egy nyílnak kéne látszódni, mint ahogy itt is, csak hát uh, sok nyíl uh, van itt, maradjunk annyiba. Uh, tulajdonképpen ez annyit jelent, hogy lesz majd egy ilyen úgynevezett ősosztályunk, uh, ez már tényleg objektumorientált tervezés, erről nagyon részletesen fogunk beszélni, mert ez egy, ez egy tényleg nagyon fontos része itt a, a programozásnak. Tulajdonképpen itt ez annyi lesz, hogy annyit jelent, hogy minden egyes alakzat egyfajta sép, tehát örökli a sépnek a tulajdonságait, örökli a sépnek a viselkedését, de majd, ha odaérünk tényleg, részletesen fogunk erről beszélni. Jó és akkor csak pár, hogy, hogy mik lesznek, ilyen ugye szín, meg, meg betű típus, meg pont, ugye ezek a utility ugye lesz az ablak, ugye lesznek az egyes text, polygon, line, hát tényleg az alap, alap ami viszonylag egyszerű, ugye lesznek ilyen koordinátatengelyek, hiszen majd rajzolgatunk függvényeket is, illetve van egy ilyen előadás feladat, amikor egy ilyen bemeneti adatokon kell, tehát tesz egy fájl, amely abban lesznek adatok, és az adatok alapján kell különféle grafikonokat kirajzolni. Nyilván ott akkor ezek, ezek eléggé hasznosak lesznek, és ezeket fogjuk megcsinálni. Ezután viszonylag könnyű lesz hozzáadni az ilyen gridet, ez a rácsvonal, meg ilyen blockchart, piechart, tehát ezek a különböző ilyen, hát ilyen diagramok gyakorlatilag, hogyha úgy tetszik. Ezeket mi most nem fogjuk azért megcsinálni, mert nyilván a végtelenség lehetne ezeket az alakzatokat írogatni, annyi időnk meg nincsen. De ezeket már úgy, később viszonylag könnyű hozzáadni, hát könnyű idézőjelbe, sose könnyű, mert nyilván programozásról beszélünk, de azért aránylag kényelmesen hozzá lehet adni. És aztán, hogyha ezekkel végeztünk, akkor megnézzünk pár ilyen GUI eszközt, megnézzük, hogy egy, egy gomb hogy működik, ugye, megnézzük, hogy az ilyen inbox, outbox, tehát amikor valami szöveget kérünk be, ilyen kis szövegbe kérő mezőbe, vagy, vagy kiírunk szöveget egy ilyen ilyesmi mezőbe, az hogyan működik. Jó, és ezeket fogjuk megnézegetni. Nyilván alapvetően ezek mind-mind ilyen programozási eszközök, illetve programozási koncepciók, hát programozási paradigmák prezentálására, bár ezt a szót én nem igazán szeretem, de ezeknek a a, a prezentálására lesz e, igazából tökéletesen alkalmas. Jó. Még tényleg azért rengeteg, rengeteg dolgot meg lehet, e, meg lehet nézni. Itt van egy nagyon egyszerű kis demókód, mondom ezeket mind ki fogjuk próbálni, csak tényleg itt e, felvezetésként is beszéljünk már róla, hogy nyilván amit itt látok, egy ez az Include Simple Window, meg Include Graph, Pont header, ezt a két header nem ma fogjuk megírni. Picit olyan, olyan fura felépítése van a könyvnek, de logikus valamelyest, fura de logikus, ennek semmi értelme. A lényeg az, hogy picit más irányból közelít, mint ahogy elsőre logikusnak tűnne. Tehát az fog történni, hogy már használni fogjuk ma azokat a, a osztályokat, az alakzatokat, amiket majd jövő héttől kezdünk el megírni. Lehet, hogy ez egy kicsit, kicsit furának hangzik, de alapvetően logikus, hiszen nyilván először próbáljuk ki, nézzük meg, hogy mit akarunk csinálni, próbáljuk ki tényleg, hogy, hogy, hogy hogyan is kéne ennek a dolognak működnie, és akkor utána megyünk a egyre mélyebbre és mélyebbre a dologban, megnézzük a, ezeket az osztályokat, megnézzük az objektumorientált részt, tehát a shape osztályt, e, aztán megyünk tovább, rajzolgatunk függvényeket, rajzolgatunk, e, e, hogy fájból beolvasott adatok alapján, meg, meg hasonló, és aztán megyünk még mélyebbre, amikor már megnézzük, hogy a GUI hogy működik, megnézzük, hogy a gombok hogy működnek, hiszen ott már tényleg hardware közelben vagyunk, nagyon-nagyon hardware közelben vagyunk, jó? Úgyhogy ö, valamelyest kicsit fura lehet, de alapvetően ezek, ezek ö, ezeknek így, 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 jó történni. Alapvetően, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam. Jó, tehát most már ki fogjuk próbálni az alakzatokat. Alapvetően ezek az osztályok itt a Graph header lesznek, ugye az ablak meg a GUI a Simple Window header lesznek. Ezeket föl fogom rakni szerintem ma, nyilván, hogy laborokon már ki tudjátok próbálni, tehát ezeket megnézzük, nyilván a forráskodokat oda fogom adni, sőt, szerintem, hát gyakorlatilag kész lesz az egész, és oda fogom adni, viszont nyilván itt majd meg fogjuk írni, át fogjuk beszélni, laborokon, illetve előadásokon is tényleg szépen végigbeszéljük, mert az is jó, hogyha csak odaadok egy forrást, és fejtsétek meg magatok, de szerintem az még jobb, hogyha ha kicsit magyarázok is hozzá, és tényleg megírjuk közösen. Na, tehát akkor ez lesz. Nyilván berakjuk az egészet egy, egy, névtérbe, mert úgy a biztos, ne ütközzünk semmilyen névvel, így a tuti. És itt majd a mainbe fogunk csinálni egy egyszerű windowt, nyilván megadjuk itt, hogy, hogy hova rajzol, hova tegyen, mekkora legyen a mérete, adhatunk neki címet, ilyesmi, ezt majd tényleg megnézzük. Jó, és akkor itt ez a wait for button függvénye, pedig azt mondjuk, hogy akkor rajzolja is ki, és nyilván ne az legyen, hogy csak fölvillantja egy pillanatra, úgy kell majd, hogy meg kell nyomni egy gombot, és akkor fog kilépni a, a program. Hát egy next, next gombot, de majd ez nem olyan érdekes. Jó, és akkor így fog kinézni, nyilván egy üres ablak, semmi nincs benne, és ezt a next gombot kell majd megnyomni az, hogy kilépjen a program. Nyilván itt majd lesz egy olyan másik típusú ablak, amikor a next gombra nem kilép, hanem majd valamit fog rajzolgatni, ha odaérünk majd, akkor megnézzük ezt is. Jó? Nyilván a piros x is ki lehetne lépni, csak ott van valami, ha nem is emlékszem, hogy ott valami bug van, hogy talán ott a memória felszabadításnál csinál valamit rosszul a program, mindegy lényegtelen. Jó, és akkor tulajdonképpen ezzel fogunk kapni egy üres, hát úgynevezett vásznat, ezt a canvas -t. Amire tudunk rajzolgatni, tehát amire az alakzatokat úgymond föl tudjuk csatolni, majd amikor már lesznek. Jó. Mi ez az, az XP? Hát, Miska, ez a könyvből van. Hát nem is a könyvből, hanem a prezentációból van. Nem akartam a szerzőnek a. hát tenni így néz ki. Hát a szerző még ebbe írta, a könyvnek a szerzője. Jó de amúgy legszívesebben, hogyha te, tudtam volna, esetleg lehet volna idő megcsinálni, akkor lehet, hogy ilyen Windows 98-ra csinálom meg, mert az még rettenetesebben néz ki. De hát a Windows az ilyen, az rettenetesen néz ki, akármelyiket is nézzük. Jó. Úgyhogy XP, ez van, de így fog kinézni az ablakunk, amúgy Linuxon is. Jó, e, hamarosan odaérünk, és akkor megnézzük. És akkor itt e, tulajdonképpen ilyenek vannak, hogy tudunk ilyen e, tengelyeket csinálni. Uh, tulajdonképpen ez a sima koordinát a tengely, uh, tudunk neki nevet adni, uh, ezt is ugye eltecselni kell a, a screenre. Uh, tehát így 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 tudjuk ezeket, uh, úgymond paraméterezni, meg fogjuk nézni ezt is, hogy ezek itt milyen paraméterek meg mit csinálnak, uh, és akkor valami ilyesmi uh, ilyesmi lesz a, a, a maga a tengely tulajdonképpen hát mint egy koordináta hogy ki kell néznie. És akkor tudunk mellé tenni egy másikat, egy y-t, ennek más alakja lesz, máshogy fog kinézni, még itt látjuk, hogy tudunk szint állítani. Hát, igen, nyilván ez nem, nem néz ki így jól, de hát ez programozás kurzus, nem grafika. Ez most ilyen lesz. Nyilván csak tényleg prezentálni, hogy bármilyen szintbe lehet állítani, meg bármilyen szövegnek bármilyen szint lehet adni. Jó? És akkor egy megyünk tovább, tudunk ilyen függvényeket is, ö, ugye lesz majd egy ilyen function osztályunk, amibe ö, tulajdonképpen egy ilyen függvényobjektumot tudunk átadni, ez lesz a másik ilyen ö, ilyen programozási eszköz vagy programozási koncepció, amit meg fogunk nézni, az ilyen ö, függvényobjektumok, meg tényleg ilyen függvénypointerek, lambda kifejezések, hogy ezeket hogyan tudjuk itt, itt lokálisan használni. Ez például erre lesz kiváló, hogy, hogy ezeket megnézzük. És akkor ilyen szép színusz hullámot tudunk ide tenni, tök jó. Ezt is ki lehet rajzolni, szerintem szuper. És akkor még mielőtt, nyilván lassan, lassan mindenki leesik a székről itt a sok alakzat kapcsán, ugye lesz itt ilyen sima poligon, amit ugye a pontjaival fogunk majd meghatározni. Tudunk neki színt adni, stílust adni, tehát a vonalnak, hogy a vonal milyen stílusú legyen. Hát itt most egy ilyen szaggatott stílusa lesz, és akkor ezt is föltesszük a, a, az ablakra, föl fogjuk csatolni. És az pedig így fog kinézni. Hát ezt majd mutatom szerintem élőben, mert stream, vagy hát itt most lehet, hogy annyira nem látszik, de ez egy ilyen szaggatott vonalas háromszög, szépen, szépen pirossal. Oké. És akkor megyünk tovább lesz egy ilyen téglalap tulajdonképpen, ha jól emlékszem, az úgy van magyarul. Ugye, amit tulajdonképpen egy pontja, illetve a két oldalnak a hossza fogja, fog leírni. És akkor ez pedig így néz ki. Hát, szuper, nagyon érdekes. Tényleg továbbra is az a, az, a, az a izgalmasít, hogy ezeket osztály szinten hogy tudjuk megvalósítani. És akkor itt a closed polyline, ugye ez a zárt polyline, nyilván itt már előjönnek ilyen algoritmusosabb dolgok is, ami amit csak így be fogok copy paste mert nyilván most mitől lesz valamilyen zárt, zárt polyline, nem egyszerű, de, de ezeket majd nyilván át fogjuk ugorni, tényleg csak a programozás rész az, ami érdekel minket, és akkor ez meg, ez meg így fog kinézni. Nyilván ez egy olyan polyline, amit négy ponttal írunk le, ami olyan, mint egy télalap, de a téglalap az egy picit más, hogy működik, odaérünk, megbeszéljük ezt is. És akkor nyilván ez a polyline-hoz hozzáadhatunk egy pontot, és akkor nyilván már nem téglalap lesz, hanem, hanem egy picit, 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 máshogy fog kinézni, de mondom, ez tényleg csak, csak az, hogy, hogy, megnézzük, hogy ez is, ez is hogyan működik. És akkor itt adhatunk majd ilyen kitöltő színt, ilyen színezhetjük sárgára, lehet ilyen szaggatott vonal, akkor a, itt a poligont, azt beszínezzük zöldre, annak is adunk valami szaggatott vonalat, és akkor az így fog kinézni. Jó. Hát tényleg ezeken, ezeken fogunk így végigmenni, akkor tudunk neki text, tehát szöveges objektumot, itt is valamilyen string objektummal, illetve egy ponttal paraméterezve, és akkor a szöveget pedig így kiírja az abba a koordinátába, ahova kérjük, azt a szöveget, amit kérünk. Jó, tehát tényleg ezek a nagyon egyszerű kis, kis alap dolgok. Tudunk betűtípust állítani majd, meg betűméretet, vagy lehet, hát betűtípust, betűstílust, betűméretet, tényleg csak az ilyen alap, alap kis dolgokat e, itt be tudjuk paraméterezni. Akkor ami még lesz, hogy tudunk hozzáadni képet, e, tetszőleges képet, e, és akkor az így fog kinézni, hát nyilván itt majd kedvenc képeteket ki tudjátok rakni, hát így tudunk képet kirajzolni, majd ezt is nyilván meg fogjuk nézni. Jó. És akkor nyilván ugye itt előjönnek majd ilyen, ilyen, ilyen dolgok, hogy, hogy ugye a kép a többi alakzatot, hogy, hogy hogyan is tudjuk ezt, ezt állítani, hogyan tudjuk hogy előrehozni, vinni, hogy kicsit máshogy nézzenek ki a dolgok ugye tudjuk majd mozgatni az adott alakzatot. Tehát ezeket ezeket nyilván e, tudjuk majd itt árigatni, tudjuk paraméterezni. Jó. És akkor itt már elmozgattuk például a, a, ezt a képet valamelyre, valamilyen irányba. Jó. Oké, és e, további demókódok, tényleg ezt csak így mondom, hogy megtanulunk költrajzolni, ellipszist, pontot, témet, e, stb. Tehát ezeket e, Ezeket mind, mind meg fogjuk tudni uh, csinálni. Jó? Tehát azért mondom, hogy ezeket, ezeket mind uh, megnézegetjük, hogy hogyan kell, és akkor itt még ezeket pluszba itt uh, feltesszük, ilyen szöveget ki fogunk tudni írni, mi lekérdezzük az, a, a, a screen, tehát a képernyő méretet, le tudjuk kérdezni, majd a ablak méretet. Uh, ilyesmi. Jó. Rendben van nyilván a szokásos boilerplate írjuk, tehát ilyen trycatches try megoldásba, ahogy, ahogy, azt kell is, és tulajdonképpen ez lesz a, itt az első hátlabornak a témája, gyakorlatilag ezt most megnézegetjük, hogy, hogy ezek hogy működnek, tehát erre írunk majd egy kis programot. Jó. Oké, Jó, és nyilván ez, ez a kis első demo bemutatja itt a könyvtár eszközeit, és hogy ezek hogyan működnek, a többi pedig itt van, hogy a további fejezetekben miket fogunk még csinálni, ugye a grafikus osztályok, megnézzük ezt a class design-t, hogy a shape osztály hogyan jön ide, meg abból hogyan származhathatóak ezek a különböző grafikus osztályok, aztán függvények, adatok és a gúja végén. Jó, tehát ez az első 7 hét, tulajdonképpen ezzel fog eltelni. Na, és akkor itt, itt, értünk a prezentáció végére. Várom a kérdéseket, meg visszanézem itt a csetet, mert mintha jött volna kérdés. Még egy dolgot akarunk megmutatni, mert gondolkodtam a jegymegajánlón is. Van nekünk egy közlekedés-szimulációs rendszerünk, amit most meg is mutatnék és akkor abba kellene feature-öket írni, illetve fixelni meg ilyesmi, és bizonyos feladatokra adnék meg ajánlott Na de nézzünk akkor rá erre, hogy ez hol is van, meg hogy is van. Ez is fönt van az én githabomon, mégpedig ez. Itt látjátok ez az egy masszív a projekt. Az alapjait ennek is Bátfai Norbert tanár úr írta még 2014-be talán, és azóta ezen dolgozgatunk, hát így, így kisebb-nagyobb megszakításokkal, azért alapvetően én is ezzel kezdtem el itt dolgozni, amikor itt állásba kerültem, illetve most is ezzel dolgozok, volt egy két-három éves megszakítás, amikor e-sporttal foglalkoztam, de most ez van napirenden. És tulajdonképpen ez egy ilyen közlekedés szimulációra is alkalmas eszköz, ami ilyen, hát ilyen jövőbeli dolog alapvetően, hogy ilyen önvezető autók szimulációja a térképen. Jó, és hogy ezek az önvezete autók hogyan közlekednek, hol közlekednek, nyilván itt nem az a lényeg, hogy most a hogy mondjam, itt a parkolóból ki tudjon állni, meg ilyesmi, mert az egy, az egy másik szint, az ugye egy ilyen mikro szint, tehát ott közvetlen az autó közelébe vagyunk, ez egy ilyen térképi szint, hogy hol van a térképen a robotautó, nyilván ez működik nem csak robotautókra is, tehát ez ilyen sima, sima járműveket is lehet rajta szimulálni, de ez lenne valamikor majd későbbiekben a végső cél, hogy ezeket e, e, tudjuk támogatni, ugye? Hát jelenleg még úgy néz ki a dolog, hogy egy önvezető funkciókkal ellátott autó, most próbálok óvatosan fogalmazni, mert e, nyilván ezek azért még főként ilyen vezetésegítő elektronikák, meg e, nagyon jók ezek, tehát szó se róla, de azért nagyon sok helyen városban még e, hát még azért nem szálltas a dolog, és akkor finoman fogalmazok, de mondjuk már a legtöbb autó egy autópályán végigmegy, megy, mondjuk nem itt Magyarországon, mert azért itt néha elég ilyen balkáni állapotok uralkodnak az utakon, de mondjuk kultúrát közlekedési környezetbe azért már egy autópályán egy, egy Tesla simán végigmegy, megy, hát amíg megy mondjuk de, de végig megy tulajdonképpen. És nyilván az, azt azért látni kell, hogy most még városokban azért nem százszázalékos a dolog, tehát nyilván sok mindent megcsinál, sok mindenbe segít, ami, ami tényleg nagyon jó, hogy nagyon sok minden segít, de még a kormánykereket nem lehet kivenni az autóból. Jó? Tehát ez még, ez még, ez még nem, nem működik így. És ebbe a nyilván csak időkérdése. Én úgy gondolom, hogy, hogy ö, nem az a kérdés, hogy megvalósul-e, hanem hogy mikor. Tehát nyilván ö, én, lehet, hogy az elkövetkezendő tíz évben, lehet, hogy jövőre, de biztos vagyok benne, hogy, hogy meg fog valósulni. Viszont az már most azért látszik, hogy ö, ezeknek az autóknak nagy valószínűséggel kell valamilyen támogató rendszer ö, abba az átmeneti időszakba, amik tényleg tökéletesen hibátlanul működnek városokban is. És uh, nyilván egy ilyen smart city infrastruktúra, hát most bedobom ezt a szót, hogy smart city, uh, nem feltétlenül szempont ez most, de egy valami esmi városi infrastruktúra azért, azért fog kelleni, ami segíti ezeknek az autóknak a működését. Uh, és akkor itt ugye tényleg nagyon sok fogalom előjön, ilyen 5G-től kezdve, a, tehát tényleg sok minden. Uh, ez csak egy ilyen uh, oldala ennek a rendszernek és akkor ezt fejleszgetjük mi, hát kisebb-nagyobb kihagyásokkal, most ugye megint előkerült, elég hangsúlyosan, de egyelőre még nem akarnék spoilerezni. Kb. mennyire van kész ez a projekt? Ez egy kutatási projekt, ez sosincs kész. És most erre mindenképp öblítek egyet. Jó, tehát ez egy kutatási projekt, nyilván itt a magát a szoftvert jó lenne előbb-utóbb tényleg olyan szintre hozni, hogy, hogy nem az, hogy kiadható, hanem hogy úgy használható, hogy abból valamilyen következtetéseket tudunk levonni, valamilyen, uh, hogy mondjam, valamire használható. Nyilván most is sok mindenre használható, de azért nem atom biztos. És akkor ezt mindjárt meg is mutatom. <laughs> Így van, stopsoros a Cyberpunk is egy kutatási projekt. Nem. Sajnos az, ott, ott kemény pénzek vannak. Na, úgyhogy akkor erre pillancsunk már rá, hogy ez hogy működik. Fönt van a repomba, van hozzá egy nagyon jó kis leírás, majd visszanézitek videón, csak tényleg így berakozom. 18 18.4-es Ubuntu-ra van kitesztelve, azon működik, és akkor itt van tényleg egy ilyen kis step-by-step step leírás, hogy milyen parancsokat kell kiadni, miket kell telepíteni, tehát szépen ezen végig haladtok, és akkor azzal tudjátok telepíteni. És akkor nyilván itt letöltitek a, a tárolót, amúgy egy ilyen autokonfos csomag, ezért előre is elnézést kérek. Így alakult, ö, és akkor itt szépen meg le, lehet készíteni a projektet, ö, van hozzá egy megjelenítő, aminek kapcsán már ö, most mondom, hogy biztos lesz feladat. Na, és akkor itt írom, hogy le kell tölteni a térképet, mert valamilyen térkép kell alá, ami működik. Ezt az OpenStreetMapről le lehet, gyakorlatilag bármilyen térképen működik, valamelyiken jól, valamelyiken bugosan, de ez már egy bugfix feladat, mindjárt mutatom, hogy mire gondolok. Jó, és akkor itt szépen le van írva a futtatás is. Jó, hogy hogyan kell futtatni magát a programot. Jó, mindjárt megnézzük ezt. Ez a rész, ami ezután jön, most nem érdekes, ezt egy tudományos publikációhoz készítettük elő itt a rendszert, ami egyébként múlt hét kedden jelent meg, és ahhoz kellett, hogy ott bizonyos ilyen közlekedés elemzéses dolgokat tudjunk nézegetni. Jó, ez most nem, nem fog nekünk kelleni, eddig fog nekünk kelleni. Nyilván később beszélünk szerintem erről is, mert a kutatás is fontos, és nem tartom kizárnak, hogy lesz érdeklődő itt a kutatás kapcsán. Na de próbáljuk ki. Én itt előzetesen letöltöttem pár térképet. Van itt sok más egyéb mappa is, meg sok más egyéb komponens ennek a rendszernek. Nekünk most ez fog kelleni, és abból is a, egyrészt az emulátor. Most nyitok itt pár új ablakot meg fog nekünk kelleni a, a megjelenítő is. Na és akkor futtassuk, elvileg be van fordítva. Oké. Okay. Jó, tehát először elindítunk egy ilyen Smart City komponenst, ami tulajdonképpen a térképet fogja nekünk hát, kezelni, meg a térképen lévő dolgokat. Erről részletesebben tudok beszélni igény szerint, csak nem biztos, hogy ez a legjobb alkalom most rá. És itt pár dolgot be kell nekünk paraméterezni. Egyrészt át kell neki adni a térképet. Hát itt mondjuk legyen első körben Debrecen. Meg pár ilyen administratív dolgot kell. Most lehet, hogy én is puskázok, mert ezt mindig elfelejtem is. Nem szerencsés. Hát, vagy csak kikopi az, az a leggyorsabb. Jó, pár ilyen administratív dolog, ez most forrásban nem olyan, vagy hát forrásban érdekes. Ugye megadjuk a várost, hogy ez Webrecen, és pár ilyen administratív dolgot még hozzá Jó, és akkor itt megnyitja nekünk a magát a térképet, illetve nyilván elindul egy ilyen Smart City szerver, amivel tudnak majd kommunikálni a kliensek, és akkor erre tudunk elindítani egy forgalom szimulációt. Meg tudjuk mondani, hogy hány autó legyen, meg tudjuk mondani, hogy milyen legyen az inicializáció típusa, később beszélünk erről majd, most nem olyan érdekes illetve tudunk adni, hogy milyen hosszú legyen, mondjuk legyen 40 perc a szimuláció. Jó, és akkor ez is elindult, akkor már csak a megjelenítő van, az pedig egy ilyen csodálatos Java projekt. Erről majd beszélünk, mert ez jelenleg rettenetes. És akkor itt el is indul nekünk ez a kis közlekedés szimuláció itt Debrecenbe. És akkor itt jönnek, mennek az autók a térképen. Jó? Fontos, hogy ez szimuláció, tehát ez nem élőbe történik. Volt korábban ilyen kérdés, hogy akkor ez most élő? Nem, ez szimuláció. Jó. És hát ez a alaprendszer tulajdonképpen. Jó, és akkor erre írt, Norbi anno egy ö, ilyen kis ö, extra. Hát ezt itt, itt nyitnám meg. Egy ilyen kis extra dolgot. Egy, egy ilyen versenyt szervezett köré. Az volt a neve, hogy Police Edition. Hát remélem, hogy ez működni fog. Azt régen próbáltam már ki. Azóta sokat változott a rendszer. De megpróbálom. Egy úgynevezett police edition, hogy föl tudtunk a szimulációba csatolni ö, ilyen gangster ágenseket, akik így közlekedtek a térképen. És az volt a feladat, hogy ilyen rendőr ágensekkel el kellett kapni egy csomó gangster ágenst. Hopp, ott most pont el is kapott egyet. És tulajdonképpen az nyert, akinek a, a rendőr ágense 10 perc alatt a legtöbb gangster kapta el. Alapvetően ez volt a, 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 verseny feladat. Hát ez nagyon régen volt már ilyen, hát lassan 5 éve szerintem. 4-5 éve biztos van. Ilyen, ilyeneket lehet vele csinálni. Jó, és akkor persze jönnek a bugok. Például itt beragadt egy rendőr, vagy lehet, hogy ez itt szochizik éppen, vagy nem tudom. Öm, akkor itt megállt a... Itt szerintem van egy palacsintázó valahol. Na mindegy, szóval a lényeg a lényeg, hogy azért vannak bugok. Öm, vannak bugok. Nyilván ezt a szoftvert ne úgy képzeljétek el, hogy ezt most nektek meg kell írni. Öm, hanem van ez a rendszer. Csináltok róla egy forkot a saját repótokba és elkezdete, elkezdetek, elkezdetek bugfixeket csinálni. Na most uh, mi az a fork? Itt erre rákattintatok, jó? És akkor ez, ez az egész lemásolódik a ti repótokba, és akkor elkezdhettek rajta dolgozni. Jó? Mindjárt mondom, hogy milyen uh, feladatokat gondolok. Most csak tényleg uh, így fölvillantom, hogy, hogy miről van szó. Na most egyrészt, amint mindenképp jó lenne, hogy uh, kéne egy új megjelenítő, nem azt mondom, hogy ez rossz, de hogyha így fővillantom nektek a forráskódot, akkor lehet, hogy akik itt vannak rutinosabbak, rögtön látják, hogy mi a probléma. Jó, tehát... Hát az, hogy egy nagy fájl az egész, az már csak részletkérdés, hanem az, hogy ez, ez még egy swinges, tehát egy nagyon régi dolog jó? És ö, nem igazán tudunk már ezt hozzányúlni, pedig jó lenne bővíteni egy-két dologgal. Jó lenne bővíteni egy-két dologgal ö, ezt a dolgot. Vészabi ezt Bátfai Norbert tanár úr írta. Ö, én csak kibővítettem egy-két ilyen kutatási dologgal, hozzáírtam egy-két dolgot, ö, meg ilyesmi. Jó. Na mindegy, ez az egyik, de mondom, itt írok egy fájt, akkor felvillantom ezt is, hogy, hogy, hogy nézne ez ki. És akkor ugye nyilván lenne pár ilyen előfeltét, ez még béta. Jó, tehát ez még, ez még béta mindenképp. Úgyhogy lenne pár előfeltétel nyilván, hogy pár zöld eljelzett feladatot csináljátok meg, akkor nyilván telepíteni kell a rendszert, már önmagában az se egyszerű. És akkor nyilván itt van pár ilyen, ilyen feladat. Új megjelenítő, bugfixek, esetleg tömegközlekedési eszközök megjelenítése, ami nem egyszerű, már már én úgy gondolom. És akkor pár ilyen adatelemzés, de ez majd későbbiekben, ez most még nem aktuális. És az is tényleg bővül. Jó, tehát ahogy előjönnek problémák, hibák, úgy lehet ezt bővíteni. Jó. És akkor, hogy milyen bugra gondolok, most gyorsan mutatok is egyet, mert ez bugot mutatni a rendszerbe sima ügy. hogy mondjuk elindítok egy másik térképet, mert letöltöttem egyet, tehát tök jó működik Debrecenre, most kipróbáltam Budapestre is, az egy picit tovább tart beolvasni, jól működik, mint egy Párizsra, Londonra, tehát ami az OpenStreetMap-en fönn van térkép, az arra azért jól működik. Nyilván vannak az én méretkorlátok, alapvetően városra találtuk ki, tehát szerencsés lenne, hogyha városra működne. Lehet nyíregyháza is persze, hogy ne lehetne, simán lehet. De nézzük már meg, mert én letöltöttem egy kis térkép részletet a Stanford Egyetemről. Nézzük már meg azt, mert ott misztikus dolgok történnek. Jó. Oké, okay, és be is indul. És akkor inicializáljuk. Hát ne ezer autóra, mert szerintem sok lesz, legyen 300. És akkor nézzük meg, mi történik. Oké, okay, és itt van a Stanford. És hogyha nézitek az autók mozgását, hát remélem látható, hát a térképhez nem sok közük van. Maradjunk annyiba. Tehát inkább így ugrának össze-vissza. Ilyenekre gondolnék én, mert ez a, ez a robotautórendszer most tényleg előjött meg így hangsúlyosan, ugye itt az egyetemen most a, a, a járműipari projektek kapcsán azért, azért előtérbe került valamelyest ez is. Nyilván itt, a, itt a járműipari projektek kapcsán azért nem ez van napi renden főként, hanem Egyéb, egyéb projektek erről is beszélhetünk majd egyébként idővel, csak mondom, hogy nyilván itt azért van, van, van teendő, vannak problémák ezzel a rendszere, és ezeket ki kéne javítani, első körbe föltenni, hogy mi történik, mert fogalmam sincs, hogy ez miért történik. Tényleg ötletem sincs. Láttam, hogy gond van, főleg az észak-amerikai mapokon nem tudom, mitől van ő kéne tárni, hogy mi azok a megoldást találni. Tehát tényleg, mint egy ilyen rendes ö, development, úgymond van egy bug, ki kell javítani. Ma ö, az előadás része akkor rendben vagyunk, végeztünk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ö, gondolkodjatok addig kérdéseken, ö, bármi kapcsán, és ö, a labor felvezetésen pedig akkor megnéz, megírjuk ezt a kis programot, megnézzük, hogy, hogy hogyan is néz ki, hogyan is működik tényleg forráskódba, meg feltesszük, felteszem majd github is, akkor ti is meg tudjátok csinálni laborokon. Sziasztok srácok! Üdv újra! Ismét itt vagyunk, ez pedig a magas szintű programozási nyelvek egy labor, labor felvezetése, és abból is az első rész. Nézzük meg ezt a ezt az első kis példánkat itt a display kapcsán. Ide föltettem azt a programot, amit most írni fogunk. Csak aki szeretné velem írni, az nyugodtan töltse le. Nyilván nem ezeket fogunk most megírni, hanem csak egy main írunk neki, ahol kipróbáljuk ezeket. Hát látjátok, hogy itt azért van főoráskód bőven. Tehát Ezeket fogjuk megélni a fél év során. Uh, hát az első felébe, legalábbis. Most tényleg csak egy mint írunk hozzá. Aki szeretne uh, velem együtt programozni, az itt van, csináljuk uh, akkor közösen. Na, uh, ez az első, amit akartam mondani. A másik, hogy telepítés. Uh, hát Windows-ra fogalmam sincs, azt majd megnézitek, gondolom a ftk. Orgon, a szem. Fönt van ilyen telepítési útmutató, hogy kell Windows-ra föltenni, illetve ebbe a Pro könyvbe van egy, a függelék részbe le van írva, hogy Visual studio hogy kell használni. Igaz, a könyv az régi, ehhez képest lehet, hogy már nem úgy működik. Esetleg meg tudom nézni majd, ha Windows-on leszek, hogy akkor az ott hogy van, mint van. Most nem tudom, jó, ha esetleg alakadtok laborom, majd beszélünk róla, megnézem. Akkor előveszem és rápillantok, hogy hogy működik Windowsom. Jó, viszont Linuxon egyszerű parancs, ugye ez a abgetes installal és ez a libfltk, hát mindig elfelejtem, hogy melyik, mert van az 1.1 meg az 1.3, szerintem az 1.1 lesz, és abból is a dev, Így van, így van. Jó, tehát akkor az 1.1 devet tegyétek föl. Nekem azért itt írja már, hogy már ez a legújabb verzió, úgyhogy... Úgyhogy nekem föl van téve. Jó, de nektek most valószínű pörög. Nem egy nagy valami egyébként, ilyen pár megabájtos kis library. Jó, rendben van. Úgyhogy akkor ez lenne a ilyen technikai info az elején. És akkor innentől kezdve elvileg mindenetek megvan, hogy, hogy fusson majd a program. Mutatom majd, hogy hogy kell lefordítani, meg itt van a kis váz, hogy, hogy hova írjuk. Egyébként itt van a parancs, kiteszem nagyba, Ez a parancsot tudjátok lefordítani. Nyilván itt több forrásfájt is be kell fordítani, illetve be kell linkelni, hát... Maradjunk a linkelésbe, jó? Be kell linkelni és konfigolni a ezt a FullTick uh, library-t, Most legyen ennyi elég jó. A lényeg, hogy ezzel a parancsal tudjátok már lefordítani a, a programotokat. Jó. Úgyhogy akkor szerintem kezdjünk is neki, és akkor nézzük meg, mi után hidratáltam egyet. köszi, szóltatok. És akkor az első ilyen kis nagyon egyszerű példa, amit megnézünk, hogy rajzunk egy háromszöget, ami egyszerű, mint gondolnátok, hiszen egy sima poligont fogunk fölvenni. De az, hogy először, tehát ahhoz, hogy legyen egy, legyen hova rajzolnunk, először kell egy ablak. Jó, és akkor ez lesz ez a Simple Window, és egy ilyen Simple Window objektumot kell elkészítenünk. Um, aminek, hát egyrészt kell egy pont az első paraméterbe, ez lesz egy ilyen, hát mindjárt csinálunk egy pontot is, meg kell egy méretet adni, hogy mekkora legyen, hát legyen ez most 600x400, meg adhatunk neki egy címet, ugye ami az ablaknak a címe lesz. Jó, hát csináljuk meg a pontot. Um, az a sima point, legyen ez a TL, és ez pedig ilyen 100-100 koordináta legyen. Jó, tehát itt a pontnak a koordinátáját adjuk meg. Nyilván ez most bármennyi lehet, nyilván a mekkora a screenünk, és itt pedig ezt átadjuk neki paraméterül, ez annyit fog csinálni, hogy onnantól kezdődően fogja az ablakot kirajzolni, tehát a ablak bal felső sarka, ha minden igaz, ezen a pont koordinátán lesz. Jó, és akkor, ami még itt hátra van nekünk, hogy ezzel, ezt az ablakot tegye ki, és várjon a gombnyomásra. Ez pedig ezzel a wait for button, ö, függvényhívással tudjuk elérni. Na nézzük, hogy működik-e. Ugye itt simán ki lehet copy ezt a parancsot, reméljük jól mentettem el. lefordul, és fut. Jó, hát nem egy nagy ablak, méretezhető, bár szerintem bugos a méretezés, ezt majd kipróbáljuk később, át lehet helyezni jobbra-balra, aránylag még jól is működik, egyelőre még üres. És akkor van egy ilyen üres ablakunk. Ugye azért kell a next, meg megnyomjuk, akkor lép ki a program, ugye hogyha ez nem lenne, akkor elvileg csak fölvillanna, bár ezt még nem is próbáltam ki. Így van. Jó, na úgyhogy ennyi a, ennyi a lényeg, hogy most már van egy ablakunk, alapvetően. Jó, oké, na de akkor rajzoljuk bele ezt a, ezt a kis háromszöget, ez pedig úgy fog kinézni, hogy fölveszünk egy ilyen poligon objektumot, poligon típusú objektumot, ami nyilván egy, egy sokszög lesz, tehát egy ilyen poligon, és akkor egyrészt lesz egy, ennek is kell adni egy koordinátát, hogy hova, de hogy is, bocsánat, egyelőre csak fölveszünk a poligont, így van, és utána ehhez a poligonhoz hozzáadunk pontokat, ezzel a add függvényjel, és ez pedig azt fogja meghatározni, hogy ennek a poligonnak a pontjai hol legyenek. Jó, tehát a csúcsai úgymond hol legyenek. Ezeket pedig meg, megoldjuk ilyen egyszerű kis névtelen objektumokkal. Ilyen névtelen point objektumokkal. Hát legyen ilyen 300 x 200, legyen 350 x 100, meg legyen egy úgyis van 400 x 200, vagy 400-200, jó? Tehát mondom, ezek a, ezek a koordinátáink legyenek. Jó. Amit még kell, hogy ezt föl kell csatolnunk a ablakra, tehát így etecselni kell, ezt ugye beszéltük, hogy ott legyen, hogy látszódjon. Na nézzük, Nem attach lenne. Csak oda kéne tenni a paramétert. Így van, hogy mit attach az fontos. Oké, és nézzük. Jó, és akkor itt van a háromszögünk. Folytassuk, és akkor adjunk hozzá pár plusz dolgot. Most lehet, hogy ezt a poligont innen kitörlöm, meg picit megnöveljük az ablak méretet, hiszen azért van itt pixel bőséggel, mondjuk legyen ilyen 1280 x 720, ugye ez a fél HD, Opa. bocsánat, csak megnézem, hogy ez ráfére, mondjuk lehet, hogy igen, 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 igen. Jó, hát itt van ez a, ez a méret, Nyilván itt, a monitorotok méretét is beállíthatjátok, meg ilyesmi, és akkor nagyjából teljes képernyő méretű lesz, de hát nem full screen, mert az egy, az egy, külön, ez egy más dolog egy kicsit, de nyilván itt tetszőlegesen állíthatjátok a méretet. Jó. Hát, eszköztár, Hát ez egy library, hát eszköztárnak is hívhatjuk, nem tudom magyarul minek nevezik ezt, függvénykönyvtár, eszköztár, akár. Ha van ilyesmi vs akkor próbáld ki, mert valószínű az lesz. Jó, na, akkor kezdjük el azt a példát, amit néztünk, és akkor ö, tényleg itt elkezdenénk a... Mm, ezekkel a... Tengely, meg függvényrajzolás, meg ilyesmi, mert az egy picit talán melósabb, és ö, aztán pedig haladnánk tovább a többi alakzattal. Jó, és akkor igyekszem ö, úgy viszonylag rövidre fogni ö, a dolgot, csak hogy ne csúszunk ki nagyon az időből. Jó, na hát először egy tengelyt, az meg vegyünk fel egy ö, origót, ahonnan majd a tengelyek kiindulnak. Hát, mi legyen ez mondjuk, hát legyen úgy nagyjából középen, mennyi ennek a fele, ez 6,40, az meg 3,20, hát mondjuk elvileg az a közepe, és akkor az legyen, az legyen ennek is a közepe, és akkor nyilván így a az ablak szerintem rendben lesz, nagyjából, és akkor itt szépen menjünk tovább, tegyük föl ezeket a tengelyeket, először legyen egy X tengelyünk, és akkor hogyan is kell ezt paraméterezni, a mindjárt nyitom, mert mindig elfelejtem, Így van. Először is kell a orientáció. Hát ez az axis x, ez jelenti azt, hogy ez egy vízszintes tengely lesz. Utána kell egy pont, hogy honnan induljon. Hát ez itt most induljon az elejéről, és nyilván menjen a 720-ról. Ugye tehát ez azt jelenti, hogy nyilván itt a az ablaknak a bal oldalán induljon ugye a 20-asnál és ugye menjen nyilván itt a, a közepén jó? E, tehát itt, itt, itt a, a közepén menjen mert az úgy, az úgy az úgy lesz jó nem, az nem a közepe, bocsánat 360 a közepe igen 360, meg itt is 360 E Oké, okay, és, és e, tehát hogy honnan legyen a kezdőpont, utána meg kell neki adni a, a host, ami esetünkben, e, hát nem menjen teljesen végig mondjuk legyen így ilyen 1240, mondjuk, ugye, tehát hogy a képernyő végénél azért érjen véget, ne lógjon ki az ablakból, e, kell neki adni egy. Darabszámot, hogy hány darab ilyen osztás legyen ez a úgynevezett nocs, ugye, amilyen behúzás ugye a, a tengelyen. Hát mennyit adjunk itt mondjuk egy tizet érdemes lehet. Hát legyen 12, hát ha az úgy kijön kerekre, meg adjunk rá egy labt. Tehát egy címkét, hogy ez az X-tengely. Na most ugyanezt megcsináljuk Y-ra is. Ugye ennek Y lesz a neve, Y a orientáció, tehát függőleges tengely. Ugye itt fordítva megyünk, tehát hogy is itt ugye úgy fordítva, hogy hogy 640-től, és itt pedig, ugye a... Hát este van már, ugye... Nem, nem is innen megyünk. Na várjatok megnézem. De onnan, onnan! E mint meg legyen mondjuk, hát legyen 10, legyen 10 elvileg az úgy jó lesz. De majd megnézzük persze, mert... Hát megnézzük, megnézzük majd. Jó, és akkor csatoljuk fel. Ugyanúgy, hogy az imént is tettük, hogy látszódjon. Na, próbáljuk ki. Legfeljebb fúrosz helyen lesz az egész, de akkor majd állítunk rajta. Hát igen, az X-tenger jó helyen van, az Y meg a jó ég tudja hol. Úgyhogy akkor ez így nem az igazi. Igen, köz, hogy szóltok, igen, ez y léből lesz, és akkor ez így nem az igazi, hanem akkor, Nem tíznek nek kéne ennek lenni, hanem szerintem pont fordítva. Hm. Érdekes. Mindjárt kiagyolom egy pillanat, Négy csak valami kicsi szám kéne. Vagy pont fordítva. Aha, nézzük már meg így. És akkor mi a? Mondjuk ez meg legyen 6 Már. Aha, igen. Jó, csak be kéne hozni középre de megint olyan fura. Valahogy nem jön ki. Na jó, akkor csináljunk már úgy, hogy létrehozunk ilyen konstansokat, mert úgy jobban kiadja a Matek. Tehát akkor legyen egy ilyen max uh, X-ünk, hát vagy X Max inkább, és akkor ez adja meg az ablaknak a szélességét, ami legyen itt nekünk 1280 illetve legyen egy y max, ami pedig a hosszúságát adja meg, pontosabban magasságát, és akkor ezekből számolgassuk a ezekből számolgassuk ki. Ugye először is kéne egy origó, ez pedig legyen a x max fele, illetve legyen egy y-origó koordináta, ami pedig a y-maxnak a fele. És akkor ezt a pontot, nem ezt, hanem ezt az origó pontot, ezt ez alapján fogjuk már ö, ö, elkészíteni. Tehát ez az x origy y origy Jó? És akkor így ez alapvetően még méretezhető is lesz majd, viszonylag kultúráltan. És akkor itt az ablak méretet is beállítjuk erre. Jó? Csak hogy így egy picit átláthatóbb legyen. Na akkor szerintem ezt a pontot is kigyomláljuk most már innen, és megadunk ilyen névtelen objektumot. Jó? Csak hogy egy picit használjunk már ilyen, ilyen változókat, mert mert az úgy, az úgy, jót tesz az idegrendszeremnek. Jó, és akkor kéne ilyen hossz, ez a következő, ez a x hossz, ami ugye az x max minusz 10 legyen, és akkor ugye az ablak méretnél hosszabb soha nem lehet a, soha nem lehet, ugye az y length pedig legyen ugye a y max mínusz 10, mondjuk. Hát, mínusz 10, legyen mínusz 40, és akkor van egy kicsit nagyobb ráhagyásunk. Jó, na, és akkor, hogy honnan kezdődik, az tulajdonképpen ezek fogják meghatározni, illetve, hogy milyen hosszú lesz. Hát, mi kellhet még ide? Ugye ez akkor meg lesz, ezek is, ez kéne még, hogy hány nocsok legyünk, hány nocsok nocsunk legyen. Itt pedig akkor valami olyasmit kéne, hogy legyen már egy scale, tehát az, hogy hány pixelenként rakjon egy nocsot. Mondjuk az x tengelyen ez legyen, hát mennyi x max, nem, a scale az legyen fix, ugye az x scale, és legyen ennyi a y scale is. És akkor ezzel fogjuk majd állítani azt, hogy 30 pixelenként, euh, pixelenként tegyen egy, 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 egy ilyen kis beosztást a tengelyre. Ó, köszi Miska. Tényleg este van már, euh, úgy vagytok egyébként kedves hallgatók, csak kérdezem, így ennyi előadás után. Na, úgyhogy akkor van nekünk x kérünk, y kérünk, és akkor most már használjuk ezeket a konstansokat, mert így akkor már e, kicsit egyszerűbb lesz. Ugye ez a x-tengely húzból 20 20-ból és az origóból. Jó, tehát ez akkor e, így jónak tűnik. Ez akkor induljon a... De nem ér az Igen, Y origóból. Ez induljon az X origóból. Illetve a Y length plusz 20-ból. Ha jól sejtem. Hiszen akkor onnan fog indulni. Ugye? Na és akkor itt pedig átírjuk, hogy ez legyen x length, ha már csináltuk ezeket a változókat, ez legyen y. Itt pedig simán kiszámoljuk azt, hogy a x length osztva az x x ez pedig az y length osztva az y k-vel. ha minden igaz. Ja. Hűha. Na várjatok, már látom, ti már, ti már látjátok a hibát. Én látom a hibát. Lehet, hogy nem látja. Aha. Na várj, akkor próbáljuk ki. Mert lehet, hogy jó. Ti látjátok a hibát? De én, én nem látok hibát. Jó. Hát nem azt mondom, hogy tökéletes. Meg nem tudom, hogy mennyire látszik. Remélem látszik azért a, a streamer. Ránézek én is. Hát nálam látszik. Control streamen, úgyhogy szerintem nálatok is fog. Jó, rendben van. Na szóval van két tengelyünk. Szűk fél óra sikerült ideig eljutnunk. Szerintem ez jó, én ilyenre terveztem. Hát a nocsok picit hurák. Tehát ez most ilyen. Ne törődjetek vele. nem ez a lényeg most, hogy tökéletes legyen. Jó, de majd dolgozunk még rajta. Szerintem amit felrakunk, majd már jó lesz. Vagy majd laboron ki javítjátok ezeket a hibákat. Jó, rendben van. Na, úgyhogy akkor van két tengelyünk, rajzunk egy függvényt. És akkor itt egy picit csak megmutatok pár dolgot. Először is csináljuk azt, hogy fölveszünk egy függvényt. mondjuk legyen egy hát egy sima, sima konstans függvény, egy ilyen ván függvény és hát itt is sok paramétert kell átadni, és skálázni kell meg, hogy hány pontot rajzoljunk ki. Nyilván itt most a mélységében nem akarok belemenni, tényleg megnézzük majd ezt implementációba. A lényeg itt, hogy most át kell adnunk egy függvényt, egy függvénypointert, hogy mi az, amit ki akarunk rajzolni. Ö, át kell adnunk ilyen Ermin Ermaxot, hogy milyen skálán mozogjon a, a dolog. Ö, na várjatok, mert akkor ezt föl kell vennünk külön. Oké, És Tehát ez a kb. olyasmit képzeljétek, hogy mettő eddig rajzolja. És akkor itt ezt meg is adjuk neki. Akkor kell neki a origó. Még lehet, hogy ez nem is fog látszódni. Hát meglátjuk, szerintem fog ez. Uh, kell az, hogy hány pontot rajzoljunk ki, legyen már ez is egy ilyen number of points. Uh, és akkor ezt fölvesszük ide, megint csak ilyen változóként. Mi kell még? Ja, és akkor itt is kell az kél. És akkor itt is megadjuk az x-két, meg az y t Jó. Na de mi az a van, ugye? És akkor ez az, amit nekünk még definiálni kell. Hát azt meg itt egy sima függvényjel megoldjuk. Alapvetően annyi lenne a lényeg, hogy egy olyan függvényt, ami Double értéket ad vissza, és egy darab Double paramétert vár. Hát nyilván ez most egy ilyen konstans függvény lesz, simán csak visszaadja az egyet, úgyhogy a paraméternek még igazából nevet se kell adni. Mondom, a lényeg tényleg az, hogy Double double függvény legyen, mert ez a, fü, ez a function objektum, ez az első paraméterben egy olyan típusú függvényt vár, ami ilyen, hogy double ad vissza és egy darab double paramétert vár. Na, de akkor nézzük is meg, és akkor ezt is attácsoljuk a Windows-hoz, Windows, -hoz. Windows Winhez, Jó, szuper. És akkor itt is van nekünk ez a sima egységfüggvény, ez a, hát mi ennek konstans függvény. Mondom, a nocsok -ok nagyon rossz helyen vannak. Ezeket majd ki, ki laboron, vagy megnézegetjük, hogy mi lehet ennek az oka. Szerintem a skála csúszik el valahogy ez az x kél de majd megnézzük okvetlenül. Jó. Na de, de hát ez azért nem a legizgalmasabb függvény. Csináljunk egy másikat. Csináljunk meg ezt a klasszikus square függvényt. És akkor itt már ugye kell paraméter is, és itt adjuk vissza ugye a négyzetét. Jó, hát másoljuk le, szerintem egy az egybe mehet, ugyanígy. Csak itt ugye átírjuk, hogy a square függvényt rajzolja ki nekünk. Jelmix szár van hát <kül> még szerintem jó is. De nézzük meg. Hmm. Elírtam volna. Jó, ja, más a név. Jó. Ez persze más nevet kell neki adni, illetve nem állt fölcsatolni. Valóban nem egyszerű ez a hétfő esti időpont. Oké, és na nézzük. Hmm. Ez egyre érdekesebb. De miért ugyanazt a nevet adom? Bocsi srácok, ne haragudjatok, hétfő este van nekem is. Jó. Oké. Futassuk, na. Szuper, és akkor ott is van nekünk ez a, hát amit tanultatok is középiskolában, ez a, mi is volt a neve parabola, de, ugye, hogy ez a square függvény gyakorlatilag. Jó. Ezzel kapcsolatban még egy dolgot nézzük meg, de ezt tényleg csak itt felvillantom, hogy, hogy mikről fogunk tanulni ilyen kis ízelítőnek, hogy csinálhatunk ilyen koszinusz függvényt most már odafigyelek a névre, és akkor tudunk, fogunk majd olyat csinálni, hogy ezt a függvényt itt lokálisan adjuk meg név nélkül, egy úgynevezett lambda kifejezéssel, és mondom, ezt tényleg csak így, így fölvillantom, hogy ilyeneket fogunk csinálni, és tulajdonképpen a nevet ide tudjuk majd, tehát magát a függvényt ide írjuk meg, így lokálisan. Jó, és akkor ez egy a standard névtérnek a cosinus függvénye, és akkor ez tulajdonképpen az a függvény, ilyen névtelen függvény, ami itt paramétere lesz majd ennek, a, ennek az objektum konstruktornak, de akkor dobjuk be ezt is, csak hogy biztosan működik-e. Jaj, nem léptem ki a programból. Oké, okay. és akkor itt nekünk pedig szépen kirajzolja ezt a koszinusz függvényt, ami ugye nullában egy, tehát még, még jó is néz ki. Jó. Na hát nagyjából így ízelítőnek ennyit a függvényekről és a tengelyekről, és akkor most megnézzük majd a többi ilyen, ö, ilyen alakzatot. Először is csináljunk egy téglalapot, Remélem jól mondom ezt a rectangle-t, szerintem ez téglalap magyarul, de őszintén, szóval már nagyon régen tanultam koordináta geometriát, úgyhogy nézzétek el nekem, ha rosszul mondom. Úgyhogy akkor vegyünk fel itt is, nyilván ennek is kell adni egy kezdőpontot, hogy honnantól kezdve rajzoljuk, de ugye a téglalapnak elég az, hogy megadod az egyik pontját, Nyilván lehet az, hogy meg, vagy megadod a másikat, tehát vagy a bal felső csücsköt, vagy a jobb alsó csücsköt, és akkor onnan ő már meg fogja tudni rajzolni. Vagy megadod a bal felső csücsköt, illetve a host és a szélességet, vagy szélességet, magasságot, ahonnan nézzük. Hát mi most itt szépen megadjuk a pontot, illetve a szélességet, magasságot. Jó, tegyük fel az ablakra, és nézzük, hogy működik-e. Oké, okay, és szépen ide rakott egy ilyen téglalapot nekünk. Fantasztikus. Jó, na most, ö, hát polyline ezt nem fog megcsinálni, azt megcsináltuk már korábban. Ugye, amit még tudunk, hogy... Ö, amit még tudunk... Van-e circle class? Mindjárt mutatom. Miska, értem, mire gondolsz. De van, van, van. Jó, tehát tudunk olyat csinálni, hogy... Ö, át tudjuk ezt színezni, tehát mondjuk a, ennek az RT adunk egy ilyen télkolor függvénye valamilyen színt, ami hát egy ilyen enum class-ba lesz, jó, ezt hát aki nálam, lehet, na, ahogy mondjam, tehát néhányotok tudja, hogy mi ez az, az enum lesz. De majd megnézzük ezt is természetesen, hogy hogy működik. És ugye ez a fill color, ez annyit fog csinálni, hogy ennek a téglalampnak átállítja a kitöltő színét ilyen szép sárgára. De már is mutatom. Jó, és akkor látjuk, hogy innentől kezdve már egy ilyen szép sárga kitöltésünk van. Jó. Amit még lehet. Hogy lehet állítani ilyen vonalstílust, ez pedig ezzel a Set Line style al ö, lehet. Nem, Set Style simán. Sima set Style. És itt pedig egy ilyen névtelen Line Style objektumot kell csinálni. Ezt is meg fogjuk majd nézni. Style. És ennek pedig ö, tulajdonképpen meg kell adni egy ö, típust. Tehát, hogy milyen stílusú legyen. Hát itt most egy ilyen, mondjuk adunk neki egy szaggatott vonalat, meg adunk neki egy vastagságot. Jó, és akkor ez annyi lesz, hogy ilyen szaggatott, négy vastag, hát ha jól emlékszem, négy pixel vastag vonal lesz. Megint nem léptem ki. De mindjárt megnézzük, hogy így van-e. Így van, hát csodálatosan néz ki mint valamilyen hat, hát 80-as évek nagyjából annak a második fele, de most, tényleg csak nem a, nem a szépségre megyünk alapból, ahogy mondtam, ez nem grafikóra, programozás óra. Jó. Oké, és rendben van. Na, tehát akkor a stílusok megvannak, amint még esetleg nézzünk meg, az a szöveg. Ugye, hát szövegnek mit kell adni? Kell neki adni egy pontot, hogy honnan kezdje el a kiírást, illetve kell neki egy, 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 egy konkrét karaktersorozatot adni, egy stringet tulajdonképpen. Na, csináljunk egy ilyet. Text-t, ugye itt is legyen egy point, mondjuk 200-200 ez legyen az első koordináta, és írjunk be valami szöveget. Hello Graphics. Ezt is atacsoljuk fel. Jó, és nézzük meg. Oké, okay. hát pont rossz helyre rakta ezt a Hello Graphics-ot. Tegyünk már egy kicsit a mondjuk. Mozgassuk el. Így van, és akkor itt látszik a szöveg is. Jó, az cookies, RGB kódot felismerje, Emlékeim szerint lesz rá lehetőség, hogy RGB kódot adjunk meg. Legalábbis én úgy emlékszem, hogy, 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 úgy írtuk mert úgy van, hogy, benne van a RGB kód. Mi dönti el, hogy melyik lesz föl, ha két alakzat egymáson van? A sorrend, ahogy cseled. de majd ha odaérünk, akkor beszélünk róla. NSD-k írja is. Szuper nsd hogy ha x-et nyomsz ablaknál, ezért nem lehet kilépni next funkcióval? Hát azért, mert bugos, ahogy mondtam. Gondoltam, hogy van valami ilyesmi. Így van, ez bugos. Meg megnézem, majd kiavítjuk. Nyilván a szövegen is lehet hekkelni. Opá, bocs. Így van, tehát itt a text, és mondjuk tudunk állítani betűt, mondjuk ez a set font, és akkor itt tudunk nekiadni stílust, meg betűtípust, majd ezeket is megnézzük, ez lesz ez a times bold, például mit tudunk még, tudunk méretet állítani, set font size, ha jól emlékszem, és akkor így tudunk neki adni ilyen, hogy 20 pontos legyen, talán ez, ez ilyen pontot jelent, vagy lehet, hogy pixelt, inkább pixelt mondanék, meg nyilván lehet itt szint is állítani, meg ilyesmi, alapvetően és tényleg sok mindent fog majd tudni csinálni ez a program, hogyha oda jutunk, és akkor látjátok, hogy ez ilyen félkövér, kicsit nagyobb is lett, hát ilyeneket tud. Jó amit még akarok, az a kép. A képet pedig úgy tudunk, hogy van ilyen image osztályunk, és hasonlóan működik tényleg, mint az eddigiek. Fölveszünk egy pontot, hogy honnantól meddig tehát hogy honnantól rajzolja a képet. Itt pedig átadunk neki paraméterül egy fájnevet, ami a tulajdonképpen a kép, amit ki akarunk rajzolni. Hát ez a rész ez nem elegáns benne, de hát a furtiknek vannak hiányosságai, maradjunk annyiba, és akkor ezt megint föl tudjuk csatolni. Így van. Jó, na nézzük. Megnézem, hogy itt van ez a kép. Így van, itt van. És akkor ott van a a badge, ugye, ami egy sima JPEG kép, ugye ez itt most legalul van, mert ugye a többit utána etecseltük, és akkor ugye így tudjuk állítani magát a hogy milyen sorrendben rajzolja ki, tehát mi legyen alul meg, szépen fölül, és akkor látjuk, hogy így már fölül van a, a badge. Jó, még egy pár apróság. Ugye tudunk kört rajzolni, ez nagyon fontos, hiszen a kört nem tudunk, akkor itt tudnánk, ugye? Ezt pedig mondjuk helyezzük így 400-400-ra. Itt majd nyilván egy picit olyan fura lesz ez a körrajzolás, mert itt nem a körnek a középpontját adjuk meg. Majd megnézzük az implementációba, hogy ez miért van, és akkor ezt is tegyük fel. Megint nem léptem ki. Oké, és. Jó, csak a kép alatt van. Na mindjárt leveszem akkor a képet, hogy visszateszem fölőre. Az a legegyszerűbb. Így van. Hát itt van a körünk. Nagyon kicsike és nagyon elmondóka. Kezd eléggé zsúfolt lenni a helyzet. Jó. Na úgy alapból ennyi, nyilván ilyen elipszis, meg x, meg mindenféle mit lehet még rajzolni. A többit majd egyrészt megnézzük, könyvbe is van még pár alakzat, most ilyen elipszisre külön már nem térek ki, meg lehet ilyen szöveget is írni, ugye az O-String Stream-mel, ezt majd megnézzük, de lehet, lehet ilyeneket írni, szöveget írni, próbálgassátok ki. Nyilván dolgozzátok fel a fejezetet, menjetek végig rajta, olvassátok el, hiszen el kell olvasni a fejezetet, és a drilleket mindenképpen dolgozzátok fel. Na, én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és tényleg végignéztétek az előadást is, meg a laborfelvezetést is. Bekezdtük a dolgot, beindultunk, és most már tényleg majd az lesz, hogy megnézzük, hogy ezeket e, hogyan kell implementálni, ezeket a grafikus objektumokat. Várhatóan jövő héten már már ezzel fogunk foglalkozni laborokon. Héten gyertek laborokra mindenképp, és akkor e, egyrészt mondanám, hogy akkor megnézzegetjük, átbeszéljük ezeket, ha valakinek valamilyen e, nyűgye, baja, gondja volt, elakadt valahol, akkor azt átbeszéljük, e, tényleg mindenképp ez lenne a téma. Illetve, hogyha ha gondoljátok, gyertek szerdán 10-től, mert akkor egy picit ilyen mélyebb ismétlés lesz, ugyanígy Discordon. Jó, rendben van. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, meg hogy rendszeresen felhívtátok a figyelmemet, hogy hidratáljak. És akkor... Gyertek laborokra, legközebb óra, meg ugye, hát jövő itt hétfőn lesz. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok, szép estét!